a hagyományos kertésznapok keretén belül, a 17. alkalommal megszervezett kertésznapunkon belül méhészkonferenciát szervezett a Nyáradvölgyi Méhész Egyesület. A 17. az von valamit, nekem a 17-én van a születésnapom, gondolom, hogy a 17-et megvártuk, ezentúl meg lesz szervezve minden kertésznapkor a méhész találkozó is, és reméljük, hogy még az unokáink is meg fogják szervezni, vagy legalábbis részt venni. Erdélybe ne fogjanak ki a magyarok, és legyen magyar nyelven kertészlap. Megkérném szépen a kezdeményező, szervező Jakab Sámuel urat, dr. Jakab Sámuel urat, hogy nyissa meg a találkozót, és köszöntsön. Szól, nekem is szól, ugye? Halszik. Szeretettel üdvözlöm a Nyárád menti, és nem csak Nyárád menti méhészeket. Nekem a méhészethez annyi közöm van, hogy nagyon szeretem a méhészet. De méhészkedni nem tudok. Én nagyra becsülöm a méhészeket, mert meg vagyok győződve, hogy a méhészek azok értelmes emberek. Csak értelmes ember lehet igazi méhész. Én gyerekkoromból tudom, hogy szülőfalumban is, akik méhészkedtek, azok mind okos emberek voltak, értelmes emberek voltak. Szászok, magyarok, románok közül is csak az értelmesebbje foglalkozott a méhészettel. Hát nem csoda, mert meg kell ismerni a méheknek az életét. Az odafigyelés kell, és azt meg kell érteni. Akkor maga a méz kinyerése, az se olyan egyszerű dolog, oda is kell némi tudás, és akármilyen buta ember, bunkó erre szerintem nem képes, elnézést az ilyen durva szavakért. Na, úgyhogy én nagyon örvendek, hogy sikerült egybehozni ezt a két rendezvényt, tehát a kertésznapot, és ehhez hozzákapcsoltuk a méhészek konferenciáját, amely ezután reméljük, hogy tényleg minden évben megismétlődik így, ahogy említette a önök főnöke. Na hát, én csak ennyit szerettem volna mondani, mert mondom, szakmailag nem tudok hozzáfűzni semmit. Annyit tudok még, hogy a méhészek között ritka a alkoholista, ritka a drogozó, általában józan emberek és okos emberek. Úgyhogy üdvözlöm ezt az értelmes társaságot, és ezennel tekintsék megnyitva a konferenciájukat. Köszönöm szépen Ernőnek a meghívást. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy még sokszor együtt tudunk lenni a mindenki Samu bácsiával. Engem ennyire kértek fel, hogy erről is lépek, és jó munkát kívánok. Egy órakor várjuk az ebéd a Samu bácsit. Van itt egy ilyen könyv, kint meg lehet találni. Ez a Nyáradvölgyi kert és mérnök képzésnek a története. Tehát a Nyáradvölgyi kertészmérnöki képzésnek a története miért alakult meg? Ugye a címe az, hogy a szükség parancsa. Én írtam, de a címére már nem emlékszem, csak ha megnézem. És a működése, hogy működött, és miért fejeztük be ezelőtt két évvel. Úgyhogy akit érdekli, az megtalálja itt kint. Köszönöm szépen. Tehát én is szeretném köszönteni az egybegyűlt méhészeket és kertészeket. Külön köszöntöm a meghívottjainkat, Kozma Mónika, Proekonomika Alapítvány ügyvezeti igazgatónőjét. Köszönjük szépen, hogy időt szánt ránk.
Szabó Árpád mérnök urat, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületétől, újonnan alakult, és be fogja mutatni az eladás folyamán. Fazakas Miklóst még nem látom, de jön ő. Ő a falugazdász, Kárpát-medencei falugazdász programról fog bemutatót tartani, és Neumann György, magyarországi méhészt. Az eladása címét ő fogja mondani, mert én belekavarodok és hülyeséget mondok, nem szeretném, ő majd bemutatja nekünk. Eddig többször hoztunk magyarországi előadókat, utólag voltam kritizálva, hogy ne inkább politikusokat és filozofusokat hozzunk mi, hanem méhészt, aki méhészkedik és belevág a méhészetbe. Most egy ilyen jó tapasztalat méhészt sikerült elhozni, egy olyan új technológiával, ami még Magyarországon is nagyon új, nem Erdélybe. Köszönöm szépen. Megkérem szépen Kozma Monikát akkor. Egyébként Árpi bácsi is kezdhetné nyugodtan. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Amikor Balde úr felhívott és megkérdezte, hogy el tudnék-e jönni néhány szóban összefoglalni a proekonomika tevékenységét, nagy örömmel vállaltam el, bár mondtam, hogy szerintem már lassan nagyon unalmas leszek, mert az elmúlt héten Vargyastól Csíkmadarason át Magyaró, Nyárádszereda, stb. Tehát körbekasul jártam Székelyföldet, és mindenhol próbáltam elmondani azt, amivel az alapítvány foglalkozik. Akkor mégiscsak elindítom, talán a kivetítést könnyebb lesz. Bizonyára nagyon sokan hallották a Proekonomika Alapítvány nevét, hallották a tevékenységünket, esetleg várják a támogatásoknak a kibővítését, hogy Nyárád mentén is elérhetőek legyenek. Tehát valószínűleg tudják akkor azt is, hogy 2016-ban döntött úgy a magyar kormány, hogy elindítja az úgynevezett Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programot, aminek a keretében az erdélyi gazdaságfejlesztési program is zajlik. És ugye ez 2017-ben indult nálunk, akkor alapítottuk meg a Marosvásárhelyi Székhelyű Proekonomika Alapítványt, és tulajdonképpen az alapítványnak az a kimondott célja, hogy megpróbálja a szülőföldön való boldogulást segíteni, tehát gazdasági eszközökkel, pénzbeni támogatással próbáljunk meg a családoknak, és főként a mezőgazdaságból élő, vagy a mezőgazdasággal is foglalkozó családoknak támogatásokat adni, és segítséget adni. Mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag magánszemélyként pályázni, hogyha valaki nem jogi személy, mindegy, hogy méhész, vagy bármilyen egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytat, az kicsit nehézkesebb, nagyon sok papírmunkát igényel, ha egyáltalán van pályázati kiírás. Úgyhogy mi ezt a hiányt akartuk lefedni a Proekonomika Alapítvánnyal, amikor azt mondtuk, hogy olyan programokat írunk ki, amihez magánszemélyek is hozzá tudnak férni. És az első tesztprogramunk, hogyha fogalmazhatok így, az a marosmezőségi program volt, ami gyakorlatilag Maros megyének a Maroson túli másik felét jelenti, hogy miért a mezőségen kezdtük. A mezőségen, itt most nézek a volt paniti polgármesterre, Barta Mihály úrra, ő talán visszaigazolja a szavaimat, évszázadok óta mezőgazdaságból élnek, mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek, viszont valamiért mégis elhanyagoltabb terület volt gazdasági értelemben. Az elmúlt 50-70-80 évben nem igazán foglalkoztak az ottani fejlesztésekkel, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy szegényebb régióban kezdünk, és a mezőségi programban három kategóriára lehetett pályázni. A telekelés volt az, amihez nagy reményeket fűztünk, ott ugye azt mondtuk, hogy egyszer s mindenkorra rakjuk rendbe a tulajdonviszonyokat, mindenki tudja betelekelni a földjeit, mert azt bizonyára tudják, hogy ugye a most következő Európai Uniós költségvetési időszakban is ez az egyik legnagyobb kérdőjel, vagy próbatétel Románia előtt, ahhoz, hogy
még jobb vagy nagyobb támogatásokat tudjon lehívni Románia, ami a mezőgazdaságot illeti, mindig ugyanazt a feltételt kapja az Európai Uniótól, hogy legyenek rendezettek a tulajdoni viszonyok, hogy aki pályázni akar, annak legyen a nevén, a terület legyen betelekelve. Ugye folyamatosan hallják, biztos, hogy az APA-s támogatásokat is előbb-utóbb ehhez fogják kötni. Úgyhogy mi vettünk egy nagy levegőt, és megpróbáltuk ezt segíteni, sajnos sikertelenül. Tehát 2017. októberében hirdettük meg ezt a programot. Egy évet adtunk a pályázóknak arra, hogy bemutassák a telekkönyvet, ahogy magyarul mondjuk, most viccesen mondom, az extrász csifét, hogy megcsinálták a telekelést, és nem sikerült. Tehát ki kell mondjuk, hogy egy év alatt Romániában nem lehet betelekelni a földeket, mert a közjegyző nem ad időpontot, mert épp a prefektus nem hívja össze a bizottságot, mert a topós nem jön ki, mindig van valami kifogás, valamiért mindig halasztódik, sok-sok procedurát végig kell csinálni, és még azok a pályázók is, 70 pályázó volt, aki a telekelésre pályázott, aki egyébként rendben volt olyan értelemben, hogy családon belül örökölte, ő akarta betelekelni, még nekik sem sikerült. Úgyhogy ez egy csalódás volt, ez a kategória. Viszont a másik kettő, ami a mezőgazdasági gépek és eszközök vásárlása és tenyőszállatok vásárlása, az gondolom, hogy egy óriási siker, ez ahogy várható volt, hiszen ez az a kategória, ahol mind magánszemélyként, mind jogi személyként, tehát cégként lehetett pályázni. És a harmadik kategória az egyéni vállalkozók és a kis- és középvállalkozásoknak a eszközfejlesztése volt, itt gyakorlatilag mindenki, aki nem mezőgazdasággal foglalkozott, de azokon a településeken volt valamilyen vállalkozása, ez lehet egy kis pékség, egy fodrászat, egy autószerelőműhely, pályázhatott a saját eszközeinek a fejlesztésére. Az utóbbi két kategória, tehát a mezőgazdasági és a vállalkozók eszközfejlesztésénél ugyanaz volt a feltétel, maximum 15 ezer euróra lehetett pályázni, 75% volt az, amit az alapítvány finanszírozott, és 25% önrésszel kellett rendelkezni. A pályázat az online pályázat, úgyhogy biztatom önöket, hogy lélekben készüljenek fel arra, hogy e-mail címmel kell regisztrálni, nem ördöngőség, biztos mindenki facebookozik, úgyhogy már van e-mail címe. És azért online egyébként a pályázat, mert bár idegenkedtek tőle az emberek, most bebizonyítottuk, hogy ettől, hogy online, sokkal gyorsabban le tudtuk bonyolítani, hiszen gyakorlatilag a mezőségi program keretében is egy kicsivel több mint fél év alatt a kiírástól az elszámolásig itt vannak, van méhész pályázó egyébként itt most nézem, úgyhogy be tudja, vagy igazolni tudja a szavamat, hogy nagyon gyorsan le tudtuk bonyolítani ezt a programot attól, hogy online volt a pályázati rendszer. Tehát amikor kiírjuk, akkor lesz egy regisztrációs felület, a saját e-mail címével az ember regisztrál, kap egy jelszót, azzal be tud lépni az alapítvány oldalán a pályázati oldalra, és ott megnyílik egy adatlap, ez magyarul van, magyarul kell kitölteni, nem ördöngős, ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy mutassa be a jelenlegi gazdaságát vagy tevékenységét, hogyha pályázik, milyen eszközzel szeretne pályázni, azt, ha megveszi, akkor mit vár el tőle, hogy mitől lesz könnyebb a gazdaságában való munka. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerű kérdéseket teszünk fel, illetve van egy költségterv, ahova be kell írni a nettó, bruttó, sőt azt a program részben ki is tölti összegeket arra, hogy ki mit vásárol. És ahogy mondtam, maximum 15 ezer euró az elérhető összeg. Ez így volt a mezőségen is, és úgy így lesz a székelyföldi program keretében is egyébként. És csak néhány statisztika nagyon gyorsan, hogy ne untassam önöket. Ugye a Maros mezőségi programban az volt az első, 5 napig volt gyakorlatilag nyitva a felhívás, tehát ahhoz képest mondom, hogy az a több mint 600 pályázat, ami beérkezett, az egy siker szerintem, és ebből 495 volt az összes aláírt támogatási szerződés, több mint 5 millió euró körüli összeg, és ebből a 495-ből egyébként 319 szerződés az mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyekkel kötöttük, tehát csak hogy érezzék az arányt, hogy valóban erre van a legnagyobb szükség, hogy a magánszemélyek is tudjanak adott esetben ezekre a pályázatokra pályázni.
És hát ez az egyik kedvenc szlájdom, mert azért szeretem bemutatni, hogy azok, akik pályáztak, miután visszaküldték, vagyis megkapták az eszközöket, visszaküldték a fotókat egy köszönőlevéllel, úgyhogy néhány fotót is ide betettünk a prezentációba, illetve azt még el szoktam mondani, hogy mik voltak a leggyakoribb eszközök a Maros mezőségen. A traktor. Én azt gondolom, ezzel nagy újdonságot nem mondok, a méhészeknek lehet, a kertészeknek kevésbé, de úgy egyáltalán a mezőgazdaságban szerintem erre volt az egyik legnagyobb igény. Habár én továbbra is azt mondom, és mi, akik megírtuk ezt a bizonyos erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiát, azért nem titkolt célunk, hogy szeretnénk eljutni oda, hogy nem minden egyes háztartásba, gazdaságba legyen egy külön traktor, hanem valamilyen csoportosulás, egyesület, szövetkezetbe tömörülve azok, akik hasonló tevékenységet végeznek, és ezért üdvözlendő egyébként a méhész egyesületek tevékenysége, hiszen egy ragyogó példa arra, hogy összefogással sokkal erősebbek tudnak lenni. Tehát, hogy a szövetkezetek azokat, még akkor is, hogyha sokan idegenkednek tőle, nem egy szitok szó, jó lenne, hogyha minél inkább szoknánk ennek a gondolatát, mert azt látjuk, hogy azokban a falvakban, ahol most már lefutott ez a program, és aztán utána később ugye még folytattuk a mezőségen, túl sok. Tehát, hogyha elosztom azt a termőfelületet, hogy hány száz vagy hány ezer hektáron gazdálkodnak az ott élő gazdák, akkor egyszerűen túl sok az a sok lóerős traktor, nem fogják tudni kihasználni. Mondhatnám úgy is, hogy szinte kidobott pénz, mert hogyha összefogtak volna akár öten, hatan, tizen, nem kell mindig százan, hogy ne tudjanak döntést hozni, akkor hogyha egyik traktort vesz és a másik, vagyis az összes többi ember kiegészítő eszközöket hozzá az ekétől a boronán át mindegy, mire gondolunk, akkor sokkal hatékonyabban tudnának dolgozni, mert egyszerűen körforgásszerűen mindenkinek a földjét egy traktorral meg lehetne művelni, és azt gondolom mindenki érti, hogyha az a traktor dolgozik, az több hasznot termel, mint hogyha persze nagyon szép, hogy megvettük, de ott tartjuk az udvaron. Úgyhogy én erre bíztatom önöket is. Méhészeknél talán nem lesz ez a veszély, hogy mindenki traktorvásárlásra pályázik, de bármilyen eszköz esetén, ami megosztható, egy kicsit gondolkodjanak el a pályázat benyújtása előtt, hogy érdemes-e társulni másokkal. És egy másik érdekesség, amit el szoktam mondani, az, hogy kik voltak a pályázóink, de kor szerinti megoszlásra térnék ki, és egy kicsit visszautalok itt a telekelés kérdésére is. Ugye azt tudott pályázni, akinek a gazdasági regiszterbe, ahogy ezt mondjuk, mezőgazdasági terület volt a nevén. És hát a gazdasági regiszterbe a mezőgazdasági terület általában még mindig az idősebb korosztály nevén van, úgyhogy nagyon jól látszik, több mint, vagyis közel 60%, 59% az 46 év fölötti pályázó volt, és azok a fiatalok, akikre mi egyébként nagyon nagy reménnyel tekintünk, és azt gondoljuk, hogy igazából abból a 60%-ból is több, mint a fele biztos, hogy a fiatal, aki használja, azok nagyon kevés számban, szinte 10%, 11% volt a 35 év alatti pályázó, pedig nem ez a realitás. De pontosan tudjuk, hogy így néz ki, hogyha lebontom a papíron benyújtott pályázatot, miközben az, aki effektíve most használja a megnyert gépet, az nem a nagyapa, akinek a nevén volt a gazdasági regiszterbe a föld, és aki benyújtotta a pályázatot, hanem a fiatal. Tehát jó lenne rendezni ezeket a telekérdéseket, hogy a fiatalok, amikor egyszer csak azt fogja mondani az Európai Unió, és fogja mondani, mert ugye most előttünk vannak az Európai Uniós választások, és ennek az egyik nagy tétje, hogy merre felé harad Európa, és ezért kell nagyon odafigyeljünk nekünk, erdélyi politikusoknak, romániaiaknak, magyarországiaknak is, mert nem mindegy, hogy Európa azt az áramlatot követi tovább, amiben gyakorlatilag mi hiába vagyunk Romániában a második legnagyobb termőfölddel rendelkező tagország. Tehát Romániában van a második legnagyobb termőföld terület Európai Unióban. Ehhez képest harmadannyi, tehát háromszor kevesebb támogatást kap ma egy romániai gazda, most így direkt mondom, hogy romániai, mint mondjuk egy francia vagy holland. Mert az az áramlat erősebb az Európai Unióban, vagy eddig az volt erősebb. Én nagyon remélem, hogy a mostani májusi Európa parlamenti választásokon azért itt egy kicsit átbillen ez a hangsúly.
Tehát ezek látszólag nem olyan fontos kérdések, hogy ki milyen korosztályból pályáznak, de a mögötte lévő tartalom az mindig sokkal többet mutat, ezért akartam ezt elmondani önöknek, hogy érdemes azért ezzel is egy kicsit foglalkozni, hogy tegyük rendbe területeinket. És van néhány fotó, a pályázott gépekről próbáltam egy összeállítást, hogy van benne kicsi traktor, nagy traktor, remorka, tehát sok mindenre pályáztak egyébként a pályázók, és abban a kategóriában, ami nem mezőgazdaság volt csak, ott itt a jobb oldalon látszik, hogy akár egy magas homlokzati állványt, hogyha megvette egy építési vállalkozó, akkor most már olyan munkát is el tud vállalni, amit eddig nem tudott, tehát neki végül is ilyen értelemben volt segítség, de van autószerelő műhely, asztalos műhely, és egy paniti fotó, visszautalok Mezőpanitra, amiután lejárt a pályázat, szerveztek egy kiállítást Mezőpanitban a megnyert, megvásárolt gépekkel, és ez ragyogóan mutatja, hogy milyen sok új traktor lett Panitban, bár továbbra is azt gondolom, tiszta szívvel támogattunk mindenkit, de ha egy kicsit racionalizáljuk, akkor lehet, hogy kevesebb traktorral, a több géppel a panitiak is többet nyertek volna, de ettől függetlenül az egyik legtöbb, vagy az egyik település volt, ahonnan a legtöbb pályázat érkezett, úgyhogy mindenképpen gratulálni kell nekik, nagyon aktívak voltak ebben a pályázati felhívásban. És a végére hagynám a videót, annyit még elmondanék, hogy ugye félő volt, hogy hagyja vagy sem a romániai politikum, hogy folytassuk ezt a programot, mert ugye magyar kormány támogatásával, az RMDSZ kezdeményezésére, úgyhogy minden okuk megvolt rá, hogy esetleg ne szeressék, de jó teszt volt gyakorlatilag ez a marosmezőségi program, hagytak tovább dolgozni, ezért folytattuk a Kolozs és Beszterce megyei mezőségi településeken gyakorlatilag ugyanezt a programot, kivéve a telekelést, tehát a mezőgazdasági gépek és eszközökre lehetett pályázni, illetve a kis és középvállalkozóknak az eszközfejlesztésére. Ezt 2018, tehát tavaly októberében írtuk ki, 490 pályázat érkezett be, most zárult az elbírálás, úgyhogy hamarosan ott is eredményhirdetés lesz, ahogy kinéz, több mint 400 nyertes pályázó lett ott is, tehát a Kolozs és Beszterce megyei szorvány településekről, ami szintén egy szép szám, lévén, hogy ott tényleg szorványban élünk, és nem is volt olyan nagyon-nagyon hosszú az a település lista, ahonnan pályázni lehetett. És ahogy mondtam, készült egy ilyen 2 perces összefoglaló videó, abba is hagyom a beszédet, olvasni lehet egyébként, mert ugyanígy felirattal fog menni. A vállalkozásnak a megálmodása még az egyetemen kezdődött. Elsősorban a férjemmel és néhány infolyamtársunkkal kaptunk feladatokat a tanárainktól, kertgondozásukra, meccésekre. Valószínűleg megvalósulhatott volna a pályázat nélkül is, az eszközök nélkül is, de sokkal lassabban. Az eszközöknek köszönhetően sokkal hatékonyabban tudtunk dolgozni. Az erőbe fogtam neki méhészkedni, 3-4 családdal. Nagyon sok mindenbe segített a proekonomika. 5 nagyon fontos eszközt vásároltam, amivel megkönnyebbítette a munkánkat. Ha ezeket az eszközöket nem vásároltuk volna meg, sokkal nehezebb lett volna minden munka. A 2017-ben jött létre a Proekonomika Alapítvány azzal a céllal, hogy a szülőföldön való boldogulást segítse Erdélyben. 495 támogatási szerződést írtunk alá, amelynek keretében összesen több mint 5 millió euró támogatást sikerült a gazdákhoz eljuttatni. Egy ilyen fóliaház ugye nem olcsó. Proekonomika ebben segített, így megvalósítható volt közel egy év alatt. A 2018-as évben a Kolozs-Beszterce megyei gazdákat céloztuk meg hasonlóan mezőgazdasági és kis- és középvállalkozásoknak szóló fejlesztésekkel. Az egész vállalkozás 1990-ben indult, amikor visszaadták a földeket. Jelen pillanatban 6 fejőstehén és 4 növendék van az állományban.
A Proekonomika Alapítvány támogatással nagyon nagy segítséget nyújtott számunkra. Két eszközt vásároltunk, ami hiányzott a készletből. Egy egysoros kukorica szedőgép és egy hatsoros kukorica vetőgép. Önerőből ez nem valósulhatott volna meg. Proekonomika Alapítvány egész erdélyi programmal szeretné bővíteni a gazdaságfejlesztési programot, tehát a következő időszakban és években folytatni fogjuk. A székelyföldi program éve lesz. A székelyföldi programra összesen 25 milliárd forintot különített el a magyar kormány, ez több mint 70 millió euró, tehát nagyon jelentős összeg. Ennek a felelősségével, hogy mekkora támogatás ez, kezdtük el előkészíteni a székelyföldi programot, és tulajdonképpen ez a három megyére, Hargita, Kovászna és Maros megyére vonatkozó gazdaságfejlesztési program, aminek megint a fókuszában és a prioritását a mezőgazdaság képezi, és azon belül minden ágazat, tehát nem teszünk különbséget, hogy mezőgazdaságon belül ki mivel foglalkozik. És itt egy kimondott célunk az a bizonyos integrációnak a létrehozása, amit egyébként az egész erdélyi gazdaságfejlesztésben szeretnénk megteremteni, ami azt jelenti, hogy valahogy ezt a fajta értékláncot, ami most nagyon hiányzik, mert elaprózott kicsi önálló gazdaságokban dolgoznak, majdnem minden családnak van egy valamilyen szintű termőfelülete szerintem. Tehát elaprózott gazdaságokban dolgozunk, akkor az ott megtermelt termény, bármi is legyen az, nem lesz versenyképes, mert kevés van belőle, nehezen tudom eladni. Meg kell várjam, amíg valaki eljön, és lehetőleg neki jó áron, a termelőnek rossz áron elviszi, hogy ne rothadjon meg, vagy ne romoljon el, vagy ne maradjon nálam. Ez a kistermelőnek nem jó. Ezért gyakorlatilag ahhoz, hogy ezt az értékláncot fel tudjuk építeni, hogy a kicsi termelő is pontosan tudja, hogy hova tudja beszállítani, és esetleg kiszámítható áron, ezért megfordítottuk a székelyföldi programban, és nem ezzel a bizonyos kisösszegű programmal kezdtük, hanem a nagyobb mezőgazdasági feldolgozóipari egységek támogatásával kezdtük, ami azt jelenti, hogy maximum 7,5 millió euróra lehetett pályázni, tehát ez egyértelműen a nagyobb vállalkozásoknak szólt. Olyan feldolgozó egységekre, ami megteremti ezekben a térségekben, akár lebontva székekre, ahogy mi használjuk, azt, hogy legyen ahova bevinni a terményt, mindegy, minek nevezem. Ezek javarészt az általunk is ismert szektor, mint a tejfeldolgozás, húsfeldolgozás, vágóhíd, gyümölcsfeldolgozás, hűtőkamrák, siló. Gyergyóban van egy nagyon jó ötlet, a tojás feldolgozására szeretnének létrehozni gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, hogyha látták ma már a cukrászatokban és az éttermekben, olyan UHT, mint a tej, egy olyan dobozba érkezik a tojás lé. Úgyhogy a szállodai éttermekben már rég nem a tojásból esszük a rántottát, hanem ebből a léből. Na, egy ilyent szeretnének megcsinálni, mert akkor ennek nagyobb a piaca, hiszen könnyebben szállítható. Tehát sok-sok olyan dolog van, amit hogyha most meg tudunk finanszírozni, és erre írtuk ki decemberben a programunkat a Székelyföld egészére, akkor azt fogjuk tudni meghatározni, hogy melyik vidéken mi lesz az a húzó ágazat, hogyha fogalmazhatok itt, mi lesz az a nagyobb felvásárló erő,